Az MSZP, a DK és a Jobbik képviselői többségbe kerülvén első lépésként azonnal megalakították az úgynevezett bevándorlási bizottságot. Tették ezt azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy elkezdjék a bevándorlás szervezését. Ez az eset megmutatja, hogy amint döntési helyzetbe kerül a bevándorláspárti ellenzék, azonnal nekilát a migráció szervezésének. Úgy gondolom, az országban mindenütt ez történne, ha az ellenzék kerülne többségbe. Ezért nem szabad rájuk bízni egyetlen települést sem. Akárhogy is próbálják tagadni, valójában a bevándorlás szervezése a céljuk, hiszen pártársaik minden bevándorláspárti javaslatot megszavaztak, és állandóan támadják a kormányt, amiért nem enged a bevándorlás kérdésében. Sőt, Nemény András, a bevándorláspárti szivárvány koalíció polgármester jelöltje, maga is nyíltan a bevándorlás pártján áll. A Szombathelyi Megyeigú Városközgyűlésének egy korábbi ülésén szó szerint a következőket mondta. A bevándorlók közel sem jelentenek akkora problémát, és van rá egy jó, valós válasz, az Európai Unió kvóta rendszere. Idézet vége. Teljesen világos, hogy ezzel az Európai Unió által szorgalmazott felső határ nélküli és automatikus elosztást jelentő kvóta rendszert támogatja. Annak alapján Magyarországra, illetve Szombathelyre bevándorlók, migránsok betelepítését támogatja. Ezt mi a Fidesz-KDNP részéről teljes egészében elutasítjuk, és mindent meg fogunk tenni a jövőben is azért, hogy Szombathely se legyen bevándorlóváros.